Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink következnek. A tavaszi visszaesést követően jelentősen emelkedett a migrációs nyomás a magyar-szerb határon, jelentette ki az országos rendőrfőkapitány helyettes Röszkén. Halmosi Zsolt azt mondta, az Európai Unió egyetlen jelentős migrációs nyomástól érintett külső határa a magyar-szerb határszakasz. Az elmúlt hónapokban az EU külső határain elfogott illegális migránsok fele a nyugat-balkáni útvonalon a magyar-szerb határszakaszon próbálkozott. Idén Magyarország külső határain 18 ezer ember kísérelte meg illegálisan a belépést. Ez napi átlagban 82 kísérletet jelent, közülük naponta átlagosan 30 határsértővel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és katonáknak, tudatta az országos rendőrfőkapitányság vezérőrnagya. Ismertette, januárban és februárban a korábbi időszakhoz képest emelkedett a migrációs nyomás, majd a járvány miatt hozott intézkedések elsősorban a nyugat-balkáni országok befogadó állomásainak lezárása miatt márciustól május közepéig visszaesett a próbálkozások száma. Megállapodtak a munkáltató és a szakszervezetek képviselői csütörtökön abban, hogy átlagosan 8%-os alapbérfejlesztést kapnak a dolgozók a Magyar Postánál. Emellett megmarad az éves teljesítmény elismerés is, közölte a Magyar Posta ZRT. Hozzátették, a megállapodás szerint a munkáltató differenciált alapbéremelést biztosít május 1-ig visszamenőlegesen. A differenciálás részét képezi a szenioritás alapú 4000 és 8000 forint közötti alapbéremelés a legalább 10 éve munkaviszonyban lévő munkavállalók esetében. A szenioritás alapú kiegészítés a postai munkavállalók csak nem felét érinti, tették hozzá. Az általános bérfejlesztést és az éves teljesítmény elismerést is figyelembe véve több mint 14 ezer munkavállaló részesülhet legalább 10%-os bérfejlesztésben. A bérfejlesztés mellett a társaság az éves teljesítmény elismerésre vonatkozó már megkötött megállapodásnak is eleget tesz. Ennek összértékei mintegy 5,5 milliárd forint. Az éves elismerés előlegét a vállalat már áprilisban kifizette a dolgozóknak, a másik fele decemberben várható. Urmai Zita országgyűlési képviselő, az MSP országos elnökségének tagja pártja legújabb kampányáról beszélt a heti TV Pirkada című műsorában, de mellette megemlékezett Kósáné Kovács Magdáról is. A politikus beszélt a Balaton Mindannyiunk két című kampányról, amit pártja indított el. Az aláírás gyűjtő kampányok során felhívják a figyelmet arra, hogy egyre kevesebb a szabad strand a tópartján. Az MSZP azt szeretné, ha minél több lenne ezekből, hiszen a koronavírus járvány alatt az embereknek egyre kevesebb pénze lett. A kampány során olyan helyekről is tudomást szereztek például, ahol a strandbelépő a duplájára emelkedett egy év alatt. Azért is gyűjtik a szocialisták az aláírásokat, hogy a vitorlás kikötők is köztulajdonban maradjanak. Valamint azt is szeretnék elérni a kampány során, hogy a Balaton ne legyen túlépítve, arról nem beszélve, hogy a Natura 2000 által kijelölt természetvédelmi területeken zajlanak építkezések, ami szintén elfogadhatatlan. A képviselő megemlékezett a napokban elhunyt Kósáné Kovács Magdáról, akiről megjegyezte, nagyon sok embernek volt a példaképe, olyan ember volt, aki nemzedékeket nevelt. Egy bátor politikus volt, aki miniszterként is lemondott, amikor az elveivel kellett szembe menni. De az Európai Parlamentben is egy elismert képviselő volt. Mellette feleség és anya, egy olyan ember, aki azon volt, hogy a családja soha ne érezze meg az ő elfoglaltságait. Az embereknek joguk van a valós statisztikai adatok megismeréséhez, hangsúlyozta a Komjáti Imre MSZP alelnök. Elég a sumákolásból, elég a parasztvakításból, mondta az ellenzéki politikus, hozzáfűzve nem telik el úgy nap, hogy valamelyik kormányzati szereplő ne állna ki azzal, hogy milyen sikeresen kezelték a járványhelyzetet, és milyen sikeres a magyar gazdaság. Ezt azonban nem csak a tények cáfolják, hanem az állami hivatalok is jegyezte meg. Emlékeztetett arra, hogy kedden Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára azt közölte, a munkahelyteremtő támogatásoknak köszönhetően 25 ezerrel többen találtak állást. A demokratikus koalíció szerint a Hajógyári Sziget esete megmutatta, hogy az ellenzék csak közösen győzheti le a Fidesz a 2022-es választáson. Kis László Dékás politikus a harmadik kerület polgármestere azt mondta, hogy a területen a kormány óriási pusztításra készült. A terv olyan felháborodást váltott ki, hogy azt példátlan összefogás követte. Pártok, civil szervezetek, óbudai és nem óbudai lakosok is elmentek a hajógyári szigetre, hogy élő lánccal tiltakozzanak az értelmetlen pusztítás ellen. A kormány pedig ezt követően meghátrált, emelte ki az ellenzéki politikus. Külföldi híreink a francia segítség nem kerül korrupt kezekbe, ígérte a feldühödött libanoni tömegnek Emmanuel Macron francia elnök Beirutban. Hozzátette, hogy új politikai megállapodást szorgalmaz a libanoni vezetők között. Valamennyi politikai erővel tárgyalni fogok, és új alkula fogom őket kérni. Azért vagyok itt, hogy új politikai alkut javasoljak nekik, mondta a francia elnök. Macron azután látogatott Beirutba, hogy a libanoni főváros kikötői negyedében kedden nagy erejű robbanás pusztított, melynek legutóbbi információk szerint legalább 135 ember meghalt és 5000 a sérültek száma. Macron a gyász fekete nyakkendőben és testőrök gyűrűjében látogatást tett Beirut lerombolt utcáin. Látom az indulatot az arcukon, a szomorúságot, ezért vagyok itt, mondta Beirutiak egy csoportjának, kezet fogva velük a törmelékek borította utcán. A francia elnök több egészségügyi és más segélyt ígért Libanonnak, miközben a tömeg forradalmat, a nép a rendszer bukását akarja jelszavakat skandált. Romániában ismét több mint 1300-al növekedett egy nap alatt a koronavírussal diagnosztizáltak száma, és újabb 45 halálesetről számolt be csütörtöki jelentésében a Stratégiai Kommunikációs Törzs. Az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A járvány eddig 2566 áldozatot követelt Romániában. A nyilvántartott több mint 26 ezer aktív fertőzött közül csak nem 8 ezeren vannak kórházban. A súlyos esetek száma valamelyes csökkent csütörtökön 458 koronavírusos beteget ápoltak intenzív osztályon. Az utóbbi 24 órában újabb 1345 embernél mutattak ki fertőzést. Ez megközelíti a múlt csütörtökön feljegyzett negatív csúcsot, és több mint 15%-kal magasabb az utóbbi két hét átlagánál. Az elmúlt öt év során 36.170 tonna az élelmiszerembargó megsértésével importált terméket semmisítettek meg Oroszországban, közölte az Orosz Agrárfelügyeleti Szolgálat. A megsemmisített élelmiszerből 34.940 tonna származott a növény és 1230 tonna az állattenyésztésből. Az idén 1890 tonna árut semmisítettek meg, amelyből 1870 tonna volt növényi eredetű. A terményeket leggyakrabban a dokumentációban valamilyen fedőtermékként, kávéként, fűszerporként vagy berendezésként feltüntetve az Eurázsiai Gazdasági Unió valamelyik másik tagországából szállítják be Oroszországba. Ehhez a tömörüléshez Fehér Oroszország, Örményország, Kazasztán és Kirgizisztán tartozik még. Az államháztartási hiánya bruttó hazai termék 7,2%-ára ugrott Izraelben, jelentette be a pénzügyminisztérium. Az államháztartási hiány júniusban a GDP 6,4%-a volt, míg májusban 6% írta az Izrael hályon. A minisztérium szerint a hiány továbbra is folyamatosan növekszik, mivel március közepe óta sújtja Izraelt a koronavírus járvány. A pénzügyminisztérium tisztviselői szerint becslések szerint az év végére az államháztartási hiány elérheti a GDP 10-11 százalékát. A drónok egyre elterjedtebb formáját jelentik a hadviselésnek, emiatt az ellenük szolgáló védelemre is nagyobb szükség mutatkozik. A drónelhárító öltözetek hatékony alternatívát kínálnak azokkal az általánosan használt módszerekkel szemben, melyekkel igyekeznek kilőni a drónokat. Éppen ezért az izraeli hadsereg és a rendőrség is fontolóra vette, hogy egy speciális Izraelben kifejlesztett védőöltözettel szerelje fel a tagjait. A Skylock által tervezett ruha mindössze 1,5 kg súlyú mellény, mely képes 1 kilométeres távolságban hatástalanítani a drónokat. Az eszközhöz tartozik egy detektor és egy drónelfogó, melynek használatáról az öltözet viselője dönthet. Számos izraeli harcászati fejlesztéssel foglalkozó cég dolgozik drónelhárító készülékeken, így a Rafael, az Elbit és az Elta is. Azonban az eddig kifejlesztett eszközök jóval nehezebbek, noha nagyobb távolságot is képesek bemérni. A Skylock által kifejlesztett termék könnyű, mozgathatósága miatt mutatkozik különösen ígéretesnek. Gazdasági híreink Idén mintegy 4,7 millió tonna őszi búza termett a belföldi felhasználás általában 2,5-3 millió tonnát tesz ki. Így bőve jut exportra is, mondta az Agrárminisztérium Agrárpiacért felelős helyettes államtitkára az Aratási Koordinációs Bizottság ülése után. Tarpataki Tamás közölte, hogy gyakorlatilag befejeződtek a nyári aratási munkák, becslések szerint várhatóan mintegy 7,5 millió tonna lesz a nyári gabona termés. Az őszi búza aratása is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján 97%-os készültségen áll. Ezen kultúra vetésterülete idén közel 900 ezer hektárt, termés átlaga pedig hektáronként 5,28 tonnát tesz ki. Az őszi káposzta repce és az árpa aratása befejeződött. 311 ezer hektáron vetettek repcét, amely jelentősen megszenvedte az időjárást. Így az össztermés mintegy 781 ezer tonna. Az őszi árpa vetésterülete területe 238 ezer hektár volt idén, abból 1 millió tonnát takarítottak be, tette hozzá. Végül az időjárásról. Szombaton sok napsütésre, kánikulára van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb csak egy-egy helyen alakulhat ki átmenetileg frissítő futó zápor, esetleg zivatar. Néhol élénk lehet az északkeleti szél. A hajnal nem hoz igazi felfrissülést, napközben a legmelegebb órákban 31-35 fokot mérhetünk. Híreinkről bővebben a brailleprescom vagy a heti tv.com-on olvashatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!